A táplálékhiány miatt hatalmas kockázatot jelent a madárnak, ha itt tele lát. Zala megyében, Zalatárnokon és Petrivente környékén is találtak már áttelelő góljákat. A góljának alapvetően nem a hideg a, a, probléma, tehát nem a hideg elől vonulnak el, hanem azért, mert nincsen ennivaló. Tehát lehet akármilyen hideg, tehát a mínusz 20 fok is, ha kap táplálékot, ha hozzájut, akkor, akkor áttelel. Lelkes András elmondta, a gólya tollazata megfelelő ahhoz, hogy kibírja a magyar telet. Ebben a nem mindennapi vállalkozásban az emberek is segíthetnek. Húsevő a gólya, tehát csirkevágáskor kidobott csirke belsőség, amit úgy is eldobna az ember, vagy pedig egyéb ilyen hús maradványokkal, bőr, vagy ilyesmi, olyan nyílt területen, ahol a gólya hozzáfér, és más nem eszi fel, kutya, macska nem eszi fel előtte, olyan oda, hogyha kiborítja, akkor ezek nagyon hamar rá tudnak szokni ezek a madarak. Ha sikerül túlélniuk a tél viszontagságait, a következő évben is jó eséllyel maradhatnak helyben, mivel ekkor már meglehetős rutinnal, kidolgozott túlélési stratégiával rendelkeznek.